A fesztiválok egészségügyi biztosításáról, a nemzeti kulturális alaptámogatási lehetőségeiről, a zenei jogdíjak kérdéséről tárgyaltak a fesztiváligazgatók. Külön napirendi pontként mutatkozott be az idén 50 éves Szegedi Ifjúsági Napok is, amelyre a Fesztiválszövetség úgy tekint, mint az egyik legpatinásabb és legszínvonalasabb könnyűzenei rendezvényre. 50 éves a fesztivál, ebben a kategóriában az ifjúsági fesztiválok közül talán a legrégebbi, de a fesztiválok között is szerintem benne van szervezésileg a legjobb 5-be, 10-be, hisz az egyik legrégebbi fesztivál. Hallgatva Ivánnak az elmondását a fesztiválról, azt gondolom, hogy egy olyan fesztiválja lesz augusztusban az évnek, amelyre érdemes eljönni nem csak a közvetlen szomszédos megyékben, hanem országosan is, és a számok azt mutatják, hogy nagyon szépen fejlődik az ifjúsági napok. Jávorszky Iván elmondta, hogy az idei jubileumi fesztivál rangját fogja emelni, hogy egy világszerte ismert popzenei formáció, a Pet Shop Boys is fellép a Szín nagy színpadán. A fiú duó 81 óta játszik együtt, és hogyha azt mondom, hogy 40 számok volt poplistás, az angol listán több mint 100 millió lemezt adtak el, és a világon mindenhol ismertek ők. Most is nagy koncertjeik vannak Spanyolországban, Angliában, és onnan fognak majd idejönni hozzánk. Azt gondolom, hogy nagyon nagy munka előzte meg azt, hogy ők eljöjjenek. Októberben kezdtük el a szervezést, és most sikerült véglegesíteni. A Szegedi Rendezvény és Média Központ igazgatója elmondta, a világhírű sztárzenekar szerződtetéséhez megfelelő anyagi háttérre is szükség van. Ezt a pluszköltséget az 50 éves fesztiválnak a Szegedi Önkormányzat biztosítja.